Kedves érdeklődő! Örülünk, hogy úgy döntöttél, rákattintasz a prezentációnkra, és belásod magad a nevelési módszertanunk, Némó fokozatainak világába. A prezentáció magába foglalja azt, hogy mik is a nevelési módszertan fokozatai, milyen kulcsfogalmakat érdemes ismerned, mint például a keretmese, szintlépések, kaland, szabadválasztás, kötelező minimum cserkésztudás és önértékelés, és mi is a három fokozat. A mozgalmi vezető megbízást kapott a közgyűlésen, hogy a mentorokkal karöltve mérjék fel a némóval kapcsolatos tapasztalatokat. Több mint négy hónap alatt a mentorok szorgos munkájának köszönhetően valós képet kapott munkacsoportunk arról, hogy az ős vezetőink milyen módon használják a nevelési módszertanunkat. Sok gondolkodás után eljutottunk három fokozathoz, melyek az alapoktól a profi szintig tálalják a némót. Ez abban más, hogy szintekre bontva taglalja a nevelési módszer egyes részeit, fokozatonként vezet be egyes elemeket. Az őrsüzető döntheti el, hogy mely fokozat teljesítését győzi. A fokozatokat személyre lehet szabni, azaz bátran lehet az egyes fokozatok elemeit vegyíteni. Ahhoz, hogy a nevelési módszertan egyes elemeit megértsd, fontos ismerned a következő elemeket keretmese, szintlépés, kaland, szabadválasztás, kötelező minimum cserkésztudás és önértékelés. Cserkészetünk legfontosabb módszere a keretmese, használatával a gyerekeket könnyedén motiválhatod és elrepítheted őket egy színesebb világba. A használata segíti az őrsvezetőt, viszont nélküle is könnyedén lehet őrsi tartani. A Némó korosztályonként négy szintet tartalmaz, melyeket a gyerekek akkor tudnak teljesíteni, ha el se a követke kötelező minimum tudást és részt vesznek az évvégi, illetve bármilyen más kalandon. Az ős tagjai ugyanazon a szinten vannak, az őrsvezető pedig segít a gyerekeknek abban, hogy teljesítsék az adott szint elvárásait. A kalanda a cserkész év kiemelkedő eleme, legyen ez egy közös piknik az őrssel, őrsi túrázás, bármi, amit az ős közösen szeretne átélni. Bármilyen lehet. Nem kell, hogy ez táborban vagy tanyázáson valósuljon meg. A szabad választás a Némó egyik alapköve. A gyermek dönti el, hogy miben szeretne fejlődni, milyen készséget szeretne elsajátítani. A tevékenységek keretmesébe vannak csomagolva. A gyerekek a hat fejlődési területnek megfelelően dönthetnek arról, hogy miben szeretnék magukat fejleszteni. Az önértékelés fontos a gyerekek számára. Elsajátításához időre van szükség, melyet a gyakorlással érhetünk el. A gyerek fokozatosan megtanulja reálisan értékelni önmagát és a teljesítményét. Az első fokozata nevelési módszertanunk azon elemeit foglalja magába, melyeket biztosan minden ősvezető használ. A keretmese ezen fokozaton választható, három lehetőséget tár az ősvezető elé. Az egyik az, hogy a keretmese egy teljes ősi foglalkozásának él, a lezárása az ősi gyűlés végén történik. Másik lehetőség, hogy a keretmesét a tevékenység például dal átadásához használjuk. De lehet az is, hogy nem használunk keretmesét. A kötelező minimum cserkész tudás átadása a cél. Az őrsvezető használja a cserkész cserkész és cserkész módszereket, nem feltétlenül szükséges tudnia, mely készséget fejleszti a gyerkőcben. A szabad választás terén az első fokozaton az őrsvezető a gyerekek kezébe adja a döntést a következő őrsi gyűlés egyes elemeit tekintve. Például mit szeretnétek játszani a következő ősi gyűlésen? A második fokozaton az ősvezetőnek már több elemet kell szem előtt tartania. A keretmese több ősi gyűlésen átívelő, a lezárására hetek után, ideális esetben négy hét után kerül sor. Az ősvezető legalább egy teljes ciklust levezet az ősének, melyet egy ősi projekt zár. A szabad választást a keretmese segítségével vezeti fel az ős tagjainak, melyek kiválasztása után a gyerekek dönthetnek, hogy egyedül, vagy pedig közösen szeretnének teljesíteni. A tevékenység vonatkozhat a jelenlegi őrsi gyűlésre, de akár a következőre is. Az őrsi vezető elkezdi a szintlépések teljesítését a gyerekekkel, ügyel arra, hogy a gyerekek minden elvárást teljesítsenek a szint elvéréséhez. Használja a kis-serkész és cserkész módszereket, viszont kellően utána néz őrsiről őrsire változatosabb dalokat, játékokat, kézügyességeket hoz. Végezetül pedig a harmadik fokozat már magába foglalja a teljes nevelési módszerünket, melyet az ővé tájolóban pontról pontra megtalálsz. Foglalkoztat a nevelési módszertan. Vannak kérdéseid? Akkor beszélges velünk december 4-én este 18 órától egy zoomos kerekasztal beszélgetésen. Legyen ez egy felelek, ahol közösen kerítünk válaszokat a kérdéseitekre és a kérdéseinkre. Tanuljuk meg közösen használni a nevelési módszerünket. Itt láthatod a Zoom használatát lépésről lépésre. Köszönjük, hogy végignézted prezentációnkat. Találkozunk december 4-én. Addig is az alábbi weboldalon Csemegész, és bátran fordulj hozzánk az e-mail címünkön. Jó munkát!